Tudtad, hogy a gyulai húsipar és a gyulai kolbász története lassan másfél évszázados múltra tekint vissza? A 18.-19. századra a gyulai vásár közép-európai hírnévre tett szert. A vásárok mellett a feldolgozóipar is jelentősen fejlődött ebben az időszakban. A gyulai kolbász kezdetektől fogva hentes, illetve gyári termékként jelent meg. Az 1900-as évek elején ifjabb Balog József házigazdaságából kikerült készítményeit már Európa szerte ismerik. A gyulai hentes áruk kaphatók Párizstól Rómáig. 1910-ben hivatalosan is kitüntetett termékké vált. A brüsszeli világkiállításon aranyérmet nyert. Következő ételünk egy lecsó, sült burgonyával, de a burgonyánál egy kicsit rusztikusra tervezek, egy házi steak burgonyát készítünk a lecsó mellé. Füstölt szalonnát pici apró kockákra vágjuk. Belehelyezzük a serpenyőnkbe. Föltesszük a tűzhelyre, üvegesre pirítjuk. Amíg pirul a szalonnánk, gyulai füstölt kolbászt, kis kockákra vágjuk. Megmozgattam a szalonnát, félbevágom a vöröshagymát, nagyon pici aprókra is lehet vágni, vagy a lecsónak a jellegét most ilyen vékony karikákra tervezem, és egész végig bevágjuk a vöröshagymát. A paprikának a csumázását egyszerűen csak benyomjuk a csumáját, kiürítem belőle a magokat, megtisztítom a belsejét, és ugyanolyan félkörös jelleget adok a lecsónak, mint a vörös hagymánál. A szalonnán kezd üveges lenni, ne ijedjünk meg a füsttől, ez a szalonnának a jellege. Amikor a szalonnánk elkészült, belehelyezzük vékony karikákra vágott vörös hagymát, előkészítjük a paradicsomot. A paradicsomot úgy vágjuk félbe, hogy a csumája benne maradjon egészbe. Azért, mert egy mozdulattal az egész paradicsomnak csak egyszer kell csumáznom, nem kétszer, hogyha félbevágom. Amikor a hagymánk egy picit megdínsztelődött, hozzátesszük a vékony karikákra vágott tévépaprikát. Közben a paradicsomot is ilyen fél karikákra vágjuk. Szép összhatást kap az ételünk. És a paradicsom, mivel sokkal hamarabb elkészül, mint a többi elem, most helyezem bele a kolbászt,
és aval is egy picit lehúzatom, pirítom. Sóval és őrölt fekete borssal ízesítem. Amikor egy picit kellőképpen megfonnyasztottuk a hagymát, a kolbászt, a tévépaprikát, belehelyezem az összevágott paradicsomot, és evel is egy nagyon picit visszateszem a tűzhelyre. Amíg ő sül, addig elkészítem a burgonyát, köretet hozzá. Én egy házi steak burgonyát készítek önöknek, félbevágom, és megpróbálom egy ilyen cikk szerűségre vágni a burgonyát héjastól, amit hideg víz alatt jól átmostunk, és ezeket a burgonya gerezdeket egy nagyon picit fölteszem főni, leblansírozom, hogy sülburgonya jelleget kapjak. A burgonyát egy kevés vízzel fölteszem a tűzhelyre, előfőzöm őket, hogy puhább legyenek a bő zsíradékban sütésnél, és így kapunk egy szép, finom, házi, héjas, fűszeres burgonya gelezdet. Pici sóval ízesítjük a vizet, és körülbelül 8-10 perc alatt meg is fő. Amikor letelt a 8-10 perc körülbelül, nem főztem teljesen meg a burgonyát, előfőztem, pici hideg vízzel lehűtöm, leöntöm róla a folyadékot, és kihelyezem egy papír szalvétára, hogy fölszívják a megmaradt nedvességet, mert az olajnál, a forró olajnál általában jobban csapni fog, meg fogjuk égetni a kezünket a túl sok nedvesség szempontjából. Amikor ez megvan, fűszerezhetjük akár grillfűszerkeverékkel, sóval, borssal, kinek milyen ízvilága van, egy nagyon picit megfűszerezzük, akár sütés után is lehet fűszerezni. Amikor ez elkészült, fölteszünk egy edénybe olajat a burgonya sütéshez, fölhevítjük az olajat, körülbelül egy ilyen 180 fok közeli részre. Úgy tudjuk megállapítani az olajnak a hőmérsékletét, hogyha nincsen mérőeszközünk. Hogyha a burgonyának a végét beletesszük, és elkezd pezsegni, akkor készen vagyunk az olajjal, állhatunk neki sütni. Amikor megsült a burgonyánk, szépen kiszedjük ugyanarra a kis ned szívó kéztörlőnkre, és ő most meg a fölösleges olajmennyiséget szívja föl. Így néz ki a házi steak burgonyánk. Közben elkészült a lecsónk, elkezdem tálalni. Vágyat kívánok hozzá!
Az értékőrző és gasztronómiai videó a HF/317/2022 szerződésszámú HUNG 2022/9221 pályázati azonosítószámú nemzeti értékekről érthetően, innovatívan, fiatalokkal generációs együttműködésben 2022-2023 című projekt keretében az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült.